Köszöntöm a szubjektív nézőit. mai műsorunk főleg a termelőkhöz, a mezőgazdászokhoz szól, mivel a témánk informatika a mezőgazdaságban. Vendégünk Fenyvesi István, a műszaki tudományok magisztere, egyébként informatikai szakmérnök. Üdvözlöm a műsorban! Jó napot kívánok! Informatika. A mai világban ez már nem luxus, hanem bizony fontos kellék, akár a mezőgazdaságban is. Én azt gondolom, hogy a mai nap a mezőgazdászoknak nagyon fontos és szükséges a gazdaságuk vezetésére, hogy a tulajdonukban legyenek számítógépek. A számítógépet úgy kell érteni egy családba, egy mezőgazdás családba, mindegy szerszámot, mindegy eszközt, aminek a segítségével valójában megkönnyíti a számadásokat a gazdaságán ezek a számodások ma nagyon sok számadás van, sokféle számadás van. Hogy onnan kezdjem el az első befektetésektől, az inputok, a mag, a műtrágya, az üzemanyag, a védőszerek, szóval ezeket mind le kell valami módon evidentálni. Az a mezőgazdász ma nem létezik, aki ezeket a dolgokat vagy nem írja le, vagy valami módon Elektronikusan lejegyzi. A számítógépek arra szolgálnak, hogy az emberek, hiszen a mai családban mi nagyon sok képzett mezőgazdásszal találkozunk, akik a mezőgazdasági középiskolákba járnak, ők már kapnak szaktudást, informatikai szaktudást. Amit én kifogásolok, az az, hogy nem kellő képen kapják a tudást a gazdaság vezetésére. Ők informatikai tudást kapnak a számítógépek kezelésére, a számítógépek használatára. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig én, amikor a mezőgazdasági középiskolába dolgoztam fotokon, akkor is azt hangoztattam és azt mondtam, hogy olyan területet kell bevezetni az informatikába, ami konkrétan a mezőgazdasághoz köti le azt a mezőgazdasági technikust, aki valójában olyan eh, diplomát fog szerezni, amintán befejezik ezeket a tanulmányokat. A terepet járva éppen nagyon sok mezőgazdásszal beszélgetve fölvetődik a kérdés, hogy van-e otthon számítógép. Majdnem, hogy nem is kell megkérdezni, hiszen az okostelefon már ott van az embereknek a kezében. És azt kérdezem, hogy, hát mire, hogy mire használják a számítógépet vagy az okostelefont. Sokan információszerzést jelölnek meg, tehát ugye a szaktudás bővítésére, akár információszerzésre, a gyors információszerzésre. Ez is azért benne van ebbe az egész rendszerben, hogy szükséges a gyors adatátvitel, a gyors információ szerzés? Az biztos, hogy nagyon fontos, hogy a mezőgazdászok minél hamarabb hozzájussanak a pontos információkhoz. De egy valamit kell, hogy tudjunk, hogy én az én gazdaságomat vezessem. Én nekem le kell jegyeznem mind azokat a munkákat, műveleteket, amit én az én gazdaságomon csinálok. Konkrétan, ha elkezdjük azt, hogy ha szántok, van egy bizonyos nagyságú traktorom. Az a traktor fogyaszt valamilyen üzemanyagot. Én azt az üzemanyagot valamilyen árba beszereztem. Lehet, hogy nem 150 dinárért vettem, lehet nagyobb mennyiségűt vettem, ócsóban. Szóval ezt lejegyzem. Én az én zsebemről vezetek gondot. Viszont az, amikor az ország irányítói nem kérik a mezőgazdasági termeléktől azokat az adatokat, hogy ők is ezekkel az adatokkal manipuláljanak, úgy mondjam, hogy manipuláljanak, azért mert nem tudják begyűjteni elektronikusan ezeket az adatokat. Hiszen sehol nem lehet az egész Szerbiánkba elektronikus, digitális adatot átadni a mezőgazdasági titkárságnak, a mezőgazdasági minisztériumnak. Szóval itt kell előbb megcsinálni ezt az első lépést, ahol a mezőgazdászokat kiköl képezni arra, hogy az otthoni gazdaságukról interneten keresztül elküldjék azokat az adatokat, amelyekre a mezőgazdasági minisztériumnak szüksége van. Hogy elmondjam azt, hogy a mezőgazdás, aki a gazdaságát bejegyzi, az egy űrlapot tölt ki, gyalog, ceruzával kitöti a papírt, azt elviszik az agrárigazgatóságra, ott átveszik tőle azokat az adatokat, és be van fejezve. Hát ezeknek az adatoknak aztán a digitalizálása nem. Nem egyenest a gazdától jön, hanem egy valaki átírja ezeket az adatokat. És akkor így történhetnek esetleg elírások, hibák, vagy pedig elvesznek esetleg a különböző határozatok, vagy papírok, ugye, amit már hallottunk. Ez biztos, teretben. hogy így történik, de amikor a gazda otthon nyugodtan, amikor rá van ideje, ezeket az adatokat pontosan, hiszen ezt ő tudja legjobban, begépeli a számítógépbe, akkor ha egyszer azokat az adatokat jó bevitte, a parcella felületeiről, a parcella számjairól, a különböző határrészekről, akkor ő neki a következő évbe csak azt kell, hogy megváltoztassa a vetési szerkezetét, ha változtassa. Ha ebbe a parcellába kukorica volt vetve, és ha jövőre is kukorica van vetve, akkor a gazdának csak egy kattintásra el kell ugyanazokat az adatokat küldeni. Arról van a szó, hogy amikor a mezőgazdász Megtanulja használni azokat a szoftvereket, hogy megmondjam, Szerbiában nincs olyan szoftver, amelyik működőképes, mint ahogy nincs az az adatbázis se, ahova el lehet ezeket az adatokat küldeni. Szóval én azt mondtam, nagyon sok helyen, ahol beszélek az ilyesmiről, hogy előbb. A mezőgazdászokat edukálnunk kell a számítógép használatára, a számítógépes programok használatára. Mobilizálni kell azokat a fiatalokat, akiknek van elképzelésük arról, hogy ez vajon hogy is kellene, hogy menne, hogy én az egyszer leírt adatot, amit nem kell változtatni, nekőn gyalog átírkálnom minden évbe, ahol eltévedhetek, viszont a minisztériumnak elektronikusan kellene kérni, őnek is meg kellene, hogy lenne egy formája. Ahova ezt a formát, azokat az adatokat használnánk, hogy elküldjük, és ők tiszta képet kapnának arról, hogy az idei őszi vetésben hány hektár buzalét elvetve. Ilyen adat nincs. Szóval mindenféleképpen sokkal egyszerűbb lenne maga a gazdaságok felújítása, bejegyzése, újrajegyzése. Az imént azt említette, hogy nem létezik Szerbiában ilyen jellegű szoftver. Viszont ön bizony dolgozik az ilyen jellegű szoftverek, illetve programok kidolgozásán. Így van. Én nekem úgy hozta a sors, hogy én egy Szent Tamási agráripari vállalatban dolgoztam, mezőgazdaságiban, ahol láttam mind azokat a hátrányokat, Azoknak a hibáknak az elhárítását, megelőzését akartam a számítógépes programmal megoldani. Azért fejlesztettem ki én ezt, hosszú időn keresztül fejlesztettem ezt a programot, ez uh, adaptabilis, javítható. Szóval, ha a minisztérium megváltoztat valamit, akkor ide bele lehet építeni, és a következő évben már a változásokkal megy. Úgyhogy olyan módon építettem ki, hogy nagyon könnyen, mint a légókockát hogy azután a következő, ha kitalálnak valami mást, akkor hozzá lehet építeni, mert olyanok a csatlakozások, hogy nem így csatlakoznak a dolgok, hanem úgy csatlakoznak, hogy egyik a másikát fedi. Szóval olyan módon lett megoldva, hogy könnyen lehessen utána építeni, ráépíteni, változtatni, hozzáalkalmazni. Ilyen módon van a program az adatbázis megcsinálva. Mit tud ez a program? Ez a program először is azt tudja, hogy a személyre szabott a program, Viszont össze van hangolva a mezőgazdasági minisztérium követeléseivel. A mezőgazdasági minisztérium előírt ugye egy formulát, egy formátot, egy előrenyomtatott uh, for, uh, ívet, ahova be kell írni a parcellaszámokat, a kataszteri uh, községeket, a felületeket és a kultúrákat az ő úgy hívják, hogy sifárnikából. Viszont ezek a sifárnikok, sajnálatos módon néhány éven keresztül változnak. Először a sifra ilyen hosszú, azután a sifra ilyen hosszú, azután pedig ilyen hosszú. Ami nem lehet. Az, hogy a hosszúságban van a gond, az nem baj. Hanem az a baj, hogy még van a sifrának az idén ez a számja, jövőre is ez a számja van még, három év múlva is ez a számja van még. Azután viszont arra a számra egy egész másmilyen kultúra jön. Én nem azt mondom, hogy ez nem jó, ami van, hanem hiszen amikor évről évre írjuk, akkor mindegy, hogy milyen számokat írunk be. De vajon hogy láncoljuk össze ezt az egészet? Nem lehet egyszerűen összeláncolni azt, hogy az egyik helyen az volt a kukorica azon a számon, most pedig három év után azon a számon van az őszi buza. Szóval nem lehet egyszerűen, akkor nem bírom kimutatni több évre visszamenőleg ezt a növényi kultúrát mennyi termét a felületeken, mennyi az átlag termés, mekkorák a hozamok, mi, 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 minden lett használva annak a kultúrának a kitermesztéséhez, amikor ilyen módon változnak a sifrák a gazdálkodók évekre visszamenőleg ugye sokszor azzal panaszkodnak, főleg a gazdaságok felújításánál, hogy ugye órákhozat kell sorba állni a kincstárban, vagy akár a pályázásoknál is órákhozat kell állni a pályázati kérdőíveknek a benyújtásánál. Miért nem érdeke a minisztériumnak, hogy tényleg elektronikai módon csinálja meg ezeket a dolgokat, hiszen sokkal könnyebb lenne a termelőknek is, nem azzal vesztegetnék az időket, az idejüket, pláne tavasszal, amikor a vetésidő van, hogy sorbáljanak. A másik az pedig, hogy egy kattintás az szinte nem kerül semmibe se költségbe. 21. századot írunk, Hol van egyáltalán az informatika a én azt, gondolom, én azt gondolom, hogy még azokhoz az emberekhez, akik ebbe a dologba döntenek, még nem jutott ez el. Szerintem még ez nem jutott el, hogy meglássák, hogy a kis mezőgazdász, aki rendelkezik egy bizonyos felületű földdel, az ő adatait vinni egy adatbázisba, ugyanúgy, mint a 10.000 hektárosokat is, és akkor, amikor ezeket az adatokat összegyűjtsük, akkor meg tudjuk látni, Pontosan egy kattintásra, hogy a szerbiai országba, Szerbiába mennyi őszi buzalét elvetve. Meg tulajdonképpen akkor egy átfogó képet kapnának a mezőgazdaságról. Hány hektár föld van, hány hektár termőföld, ugye mindenről van. van szó. Így van. Én itt most erről mondhatok egy valamit, mivel a Szent megcsináltam azt, Szent Tamáson egy kattintásra lehet tudni azt, hogy hány mezőgazdász van, Túrján, hány, hány gazdaság van bejelent, hogy így mondjam? Nem mezőgazdász, mert vannak, akik nem jelentik be a gazdaságukat, és van nekik. Viszont vetnek és használják azt a dolgot. Szóval ezt is el kell előbb rendezni, hogy azokat hova egyik, akik mondjuk rá bizonyos mennyiségű mérnet, mérget szórnak a földjeikre, és nincs gazdaságuk, nincs bejelentett gazdaságuk. Azokat milyen módon evidentáljuk? Hol vannak ők, amikor az ország felülete még van? Beszélünk 500 millió, másfél millió hektárról. De miről van a szó? Arról van a szó, hogy mi ezt az egész adatot először egy adatbázisba bekül, hogy vigyük. Fenyves István, ön milyen programokat készített, szoftvereket fejlesztett ki, amit ugye itt a szövetkezetekről is szó esett, a minisztériumról is, a kincstárról is, magukról a gazdálkodókról is szó esett. Kiket célzott ön meg elsősorban? Az intézményeket, vagy pedig a kisgazdákat? Én nekem olyan szerencsé volt, mint ahogy mondtam, hogy előbb egy agrár Vállalatban dolgoztam, azután pedig dolgoztam a községházán olyan dolgokkal, ahol érintkeztem ezekkel a különböző mezőgazdaságot érintő dolgokkal. Én megcéloztam a mi mezőgazdászunkat a gazdaság számával. A másik oldalon pedig a minisztériumot, ahol összesíteni kellene ezeket az adatokat. Először elolvastam azt a törvényt, ami a mezőgazdászokra szól, itt van az asztalon azután azt, amit mintha én nekem az édesapám, aki bejegyzett gazdasága volt, ahol leírt ezeket a dolgokat, és arra kezdtem el építeni az összest, hogy meglássam, milyen módon lehetne azt, hogyha bevinnénk a kincstárba ezeket az adatokat, de nem papíron, hanem digitalizálva, hogy mennyivel fölgyorsítanánk az egészet, hiszen napra kész adataink lennének. De hogy ez megtörténjen, valószínűleg egy nagy projektumra lesz szükség, amikor a nagy projektumban pedig nagyon sok gazdaságkőhöt szerepüljön, mezőgazdasági különböző társaságok, különböző érdekszervezetek, amilyenek itt az intézmények, akik kísérnek egyes dolgokat a mezőgazdászokról, a másik intézetik, akik fejlesztik ki a különböző növényeket, az ökológiai intézetek, és így sorolhatnám a mezőgazdasági intézetig, akinek ezeket az adatokat el kell, juttassuk. Ezeket a programokat sikerült-e már a terepen a mezőgazdászok között népszerűsíteni vagy promoválni? Amint mondtam, hogy nagyon okosak a mi mezőgazdászaink, és vannak, akik valóban magas szinten űzik a gazdaságukat méghozzá én olyanoknak is megcsináltam, ahol családi gazdaságok vannak, öten tartoznak a családi gazdasághoz, eddig ugye külön-külön ház címre voltak bejelentve, most lehet egyre, és ezt tudják. Szóval öt gazdaságot vezetnek. Minden gazdaságot külön ki lehet mutatni a föld felületekkel, a kultúrákkal, és megvan az ő területükön, hogy mennyi buzát, meg, ilyen, meg kukoricát vetnek. Szóval ezt, ami ezen a kis gazdaságon megvan, ezt szövetkezeti szinten is meg lehet csinálni, tartományi szinten is meg lehet csinálni, köztársasági szinten is meg lehet csinálni. Szóval a modell az működik. Ezeket az adatokat, amik itt vannak, ezek úgy vannak megcsinálva, hogy a számítógépes program egy kattintásra, amit megmutatok majd, egy kattintásra elküldi mind azoknak, akiknek szükségük van ezekre az adatokra az emberek egymás között, a gazdaságvezetők egymás között nem cserélik kellőképpen az adatokat. Titokzatosnak tartsák. Mindenki azt szereti, hogy őneki a legjobb hozama legyen, a legkevesebb befektetéssel. De senki nem beszél a mért az exakt adatokról. Senki nem tudja azt, hogy kiveszem a tavaly előtti kartonom, hogy én mit csináltam. Szántottam, vetettem ezt, 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 amit csináltam. Erre el, kötöttem ennyi üzemanyagot, ami ennyibe került. A kukoricamagom ennyi volt, ennyi, és ennyi volt a permeteztem kétszer, háromszor műtrágyát szóltam, mennyibe került a műtrágya, mennyi, akkor ez itt egyszerűen kimutassa az árrést. Az árrést kimutassa, hogy én nekem melyik az a haszonnövényem, melyik az a kultúrám, amelyik a legnagyobb hasznot hozza. Legkisebb befektetéssel. Az pedig csak tőlem fog függni, hogy mit fogok vetni, hogy meglegyen a vetési forgom, hogy a következő évbe, a két, három, négy évre visszamenőleg adatokból sejtem, hogy jövőre ezt kell, hogy vessek, példának mondom olajrepcét, mert az fog nekem a legnagyobb hasznot hozni. Elképzelhető-e esetleg, hogy a közeljövőben követelmény lesz a, éppen a terület alapú támogatás, vagy akármilyen támogatás kifizetéséhez az ilyen jellegű programok alkalmazása, az, elektronika, az elektronikai műszaki megoldások jobb alkalmazása a gazdálkodásban? Én. És az imént ugye, hogy föltettem a kérdést, csak azt szerettem volna még egy mondatban egy választ kapni, hogy a, a mezőgazdászok, a vajdasági mezőgazdászok közül vannak-e, akik használják, alkalmazzák ezt a programot? Igen, vannak, akik használják. Szent Tamáson a mezőgazdasági vállalat, a Nádai, ez a földműves szövetkezet, és van néhány privát személyek, ő használja. Na most, azok a privát személyek, akiknél van, akinél 5-6 évvel ezelőtt is főszeretem ezeket a programokat, akkor egy időben begépeltek ezt-azt, de mivel mondom, a mezőgazdasági minisztérium ezt nem kéri tőlük, akkor ők ezt nem is vezetik. Amit én teljesen normálisnak tartok. De majd mi fog történni akkor, hogyha minden mezőgazdásznak kell vezetni a termelői könyvet. Mind ahogy a környéken, akik gyümölcsészettel foglalkoznak, nem is bírják kivinni, ugye kiszállítani a gyümölcsöt, ha nincs meg neki a naplója, amivel különböző módon ugye valami védte azokat a gyümölcsöket, meg az olyasmit. Szóval miről van a szó? Arról van a szó, hogy az idei évtől kezdve, akik állami fődet vérőtek, azok kötelezők a törvény szerint vezetni a termelői könyvet. Na hát akkor itt van Kérem éppen szépen. a programnak az, az alkalmazásának van, a lehetősége. Így van, így van. Azok, akik kilicitálták Szent Tamáson a fődeket, azoknak azokról pontos adat van, és van közülük, akivel én egyáltalán dolgozok, aki egy kattintásra bele tudja Küldeni ezeket az adatokat, azok az adatok pedig fölszívódnak a programba, és mindjárt megmutassák. Október elején adták át a Bioszensz intézetben az agrárdigitalizációs központot. Tehát mégis haladunk valamennyire a korral, és követelmény lesz mindenféleképpen az informatika, illetve az internet alkalmazása az agráriumban ez biztos, hogy így van. Én erről nagyon sokat tudnák beszélni, de nem szeretnék untatni senkit. Én esetleg még egyszer megismételhetem azt, hogy a különböző téli képzéseken a mezőgazdászokat először is informatikai lakikől képezni, informatikai írás tudó embereket kell, hogy képezünk. Az alapvető számítógépes használatot meg kell tanulják. Mindenki. A falugazdászokra is vonatkozik? Természetesen a falugazdászokra is vonatkozik, hogy de én nem azt mondom, azok mind szakemberek, akik ismerik a szakterületüket, de amikor nincsenek az adataik digitalizálva, akkor nem lehet földolgozni, akkor valaki közvetett személy körül, hogy ott legyen. A közvetett személy pedig, ha ember, akkor téved. És valószínűleg, hogy valakinek a kárára téved, nem szándékosan, az véletlenül az emberi tévedés hiszen a repülő is leesik, azt milyen szakemberek vezetik. Szóval ez is egy olyan dolog, de az az ember, aki ez megtörténik, ez a hiba, akkor elesik az, az a adta kis támogatástól is, ami volt. A terménybetakarítás vége felé jár a vajdasági gazdatársadalom. Általában a december után, illetve a decemberi újévi ünnepek után megkezdődnek a gazdaképző előadások a különböző szervezetekbe itt van akkor egy alkalom tényleg a gazdáknak, hogy újdonságot, régi újdonságot halljanak, és hogy tegyenek is valamit a gazdaság fejlesztése érdekében. Biztos vagyok benne, hogy így fog lenni, én hiszen az első előadásom, amit tartottam, az horgoson volt 2005-ben, ha jól emlékszek. Azóta minden éve tartok különböző helyeken előadásokat, és mindig egy olyan módon motiválom az embereket ott, hogyha egy bizonyos mennyiségű hallgató, hogy úgy mondjam, összeöt, érdeklődő, azok közt egy ajándékot adok, amelyik egy adatbázis az ő gazdaságára. Hogy ezt megmondjam, csalódott voltam Zentán, Becsén, Temerénbe, Szent Tamáson, akik elkapták ezt a programot, és nem használják. De éppen azért, mert a minisztérium nem követeli. Van, pontosan ezért, mert a minisztérium nem kéri tőlük. Viszont van olyan, akinek vagy tíz éve eladtam, és most azt mondta nekem, mondd meg nekem a jelszavamat, hogy bemenjek, hogy megnézem, hogy mi az, ami ennél amit van, nem használjuk. Most már szeretném használni. Szóval erről van a szó, de különböző mezőgazdasági bemutatókon is, Adok ajándékba, adtam ajándékba, szóval valami módon az emberek tudatába kell, hogy jusson, hogy vannak dolgok, amiket ha egy cél leír, aztán csak azokon a dolgokon kell, hogy változtasson, amin valódi változás van. Mert ha a valódi változást megcsináljuk, akkor érezzük a, ennek az egész e, fejleménynek az erejét. És minél több adatot fogunk lejegyezni a gazdaságunkról, annál pontosabban fogjuk irányítani a jövő évekbe a gazdaságunkat. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én meg köszönöm szépen a lehetőséget, hogy egyáltalán erő beszéltem és beszélni fogok. Minden alkalmat megragadok arra, hogy az emberekbe fölkártsam az érdeklődést abba az irányba, hogy hogy tudják a mai műszaki kornak megfelelően vezetni a gazdaságaikat, amiből hasznot fognak lehúzni. Még egyszer köszönöm szépen! Kérem szépen! Kedves nézőink, ez volt a mai szubjektív, maradjanak továbbra is velünk!